A túlsúly és az elhízás világméretű probléma, amely nem csak a felnőtt embereket, hanem a gyermekeket is nagy számban érinti. Az emelkedő tendencia alól Magyarország, sőt Szerencs a hegyalja kapuja sem kivétel, hiszen itt is minden harmadik 11 éves gyerek elhízott vagy túlsúlyos. Ennek a problémának a leküzdése érdekében a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2015-ben indította el a 3 évre szóló gyerekkori elhízás megelőzéséről szóló projektet, a Gyerekek Egészsége programot. Minden egyes városban, ahol elindulunk, egy bizonyos korcsoportot kiválasztunk, ahol mérést is folytatunk. Maga a program minden gyermekhez szól, 0-tól 18 éves korú gyerekekhez, és nem csak az a lényeg, hogy a gyerekeket az egészséges táplálkozásra próbálják a kollégáink megtanítani, ha szabad ezt a szót használnom, hanem gyakorlatilag a teljes közösséget, a teljes települést, a teljes várost megpróbáljuk a programba bevonni. Az első mérések azok megtörténtek, ami hát sajnálatos módon azt mutatja, hogy a szerencsi 6-12 éves gyerekek 33%-a túlsúlyos, illetve elhízott, és hát sajnos 7,5%-uk pedig alultáplált. Tény, hogy ez a program a túlsúlyosság ellen próbál valamit tenni, de úgy érzem, úgy gondolom, hogy az alultápláltság mellett sem mehetünk el. Nos, ennek a programnak az a lényege, hogy ezen az elkeserítő számadaton szeretnénk változtatni, és 3 évig úgy működtetni, olyan hatékonysággal működtetni a programot, hogy a 33%-ból tudjunk lefaragni, és a 3 év az pedig elegendő idő lehet arra, hogy felkészíteni, megtanítani a gyerekeket, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is, hogy hogyan kellene egészségesen táplálkozni, és ehhez hogyan, milyen mértékben járul hozzá a napi rendszeres testmozgás. A programban dolgozó dietetikusok a szerencsék közétkeztetési heti étrendből kiválasztanak egy napot, ami teljes egészében megfelel az egészséges táplálkozásnak. Megkapják a heti menüt, ami a heti menü alatt értem ugye a szerencsi heti menüt, és ebből a heti menüből választanak ki egy napot, ami kifejezetten a gyeremenünek felel meg, és ellenőrzik tulajdonképpen tápanyagtartalom vonatkozásában, változatossági mutatót készítenek, és tápanyagtartalmat néznek, és ilyetén ellenőrzik, hogy minden tekintetben megfeleljen az elvárásoknak. Hangsúlyozom, hogy itt a közétkeztetési rendelet elvárásainak is meg kell, hogy feleljen, és hát nem utolsó sorban ugye az egészséges táplálkozás elvárásainak, és amikor kiválasztják a heti menüből azt az egy napot, ami tulajdonképpen a gyere menü, akkor rákerül a logó, és akkor rátesszük, ráhelyezzük, hogy na ez a gyere menü. Az nem jelenti azt, hogy a többi 4 nap az nem felel meg, de ez az az egy, ami maximálisan minden tekintetben képes ennek megfelelni. A szakemberek a projekt keretében megismertették a fiatalokat a folyadékfogyasztás fontosságával, a zöldség és a gyümölcsfogyasztás jótékony hatásaival is. A decemberi előadáson a gabonafélék kerültek a középpontba, amelyekből bátran készíthetünk újfajta egészséges köreteket főétkezéseinkhez. Az előadók az interaktív bemutató során megismertették a fiatalokkal a kevésbé ismert köreteket, a hajdinát, a bulgurt és a kölest is. Ma a gabonafélékről hallatnak tőlünk. A gabonaféléknek a változatosságáról szeretnénk őket felvilágosítani, hogy nem csak egy-két köretet ismerjenek, hanem az újfajta köreteket is beépítsék az étkezésükre. Gondolok itt például a kuszkuszra, bulgurra, hajdinára, kölesre, ami a gyerekek számára sok esetben még ismeretlen. És hogy minden egyes étkezésre, ami lehetőségük van, akkor fogyasszanak gabonaipari terméket, tehát a reggeli 10 óra ebéd, uzsonna, vacsora, mert mindegyikben valamilyen formában beilleszthető reggelire, szendvicsnél, tehát a szendvicsnek az alapanyaga lehet a gabonaipari termék, a müzlifélé fogyasztása, az apály fogyasztása, 10 órára, uzsonnára, müzlicsoki fogyasztása, ebédnél a köretek, és vacsoránál úgy szintén ezzel tudják változtassá tenni az étkezésüket, hiszen a gabonafélék az energiát adó tápanyagféleségek, és hogy az emberi szövetnek napi szinten energiára van szüksége, és ebből tudják fedezni a megfelelő mennyiségű energiát.
és oda kell figyelni a teljes kiölésű vagy a finomított termékekre, előnyben kell részesíteni a teljes kiölésű termékeket, hiszen azoknak magasabb az élelmi rost tartalmuk, így a szervezet számára emészhetetlenek, de ugyanakkor nélkülözhetetlenek a bélműködéshez. A finomított termékek ugyanakkor pedig hirtelen felszívódóak, és többet energiát adnak a szervezet számára. A Szerencsi Alapfokú Nevelési és Oktatási Intézmények diákjai örömmel vették azt, hogy részesei lehetnek a gyereprogramnak, hiszen ezeken a foglalkozásokon, bemutatókon olyan hasznos információk birtokába juthatnak az egészséges táplálkozással kapcsolatban, amit beilleszthetnek majd a napi rutinjukba is. Megtudtam, hogy mennyiféle gabona van, és sokfélét használtam is már, nagyon finomak, teljes kiörlésűek, és gyümölcse is lehet keverni. Van, amiről még nem hallottam, és sokféle változatot is lehet használni belőle. Mi az, amit ezek közül te szeretsz és szoktál is fogyasztani? Hát a kukoricaliszt, a simaliszt, a zabkása, és ennyi. Te mennyire figyelsz oda a táplálkozásodra? Hát amikor tehetem, eszek gyümölcsöt, gabonákat, úgyhogy próbálok odafigyelni rá. A gyereprogram első és legfontosabb célja, hogy az összefogás megvalósításával a helyi közösségek tagjait hozzásegítse az aktív és egészséges életmód kialakításához és annak hosszú távú fenntartásához, ezzel is csökkentve a gyermekkori elhízást.